Sziasztok! Itt vagyunk Turán, a Kossuth Lajos utcába, és azért jöttünk ide, hogy a legújabb Trottel lemezről megtudjunk néhány kulisszatitkot. Úgyhogy a kutyákkal, Csabival és Tamással elindulunk egy kis körsétára a kertbe. Ők Bodyguard, Pumpi és Bori. Pár fotón szerepeltek. Hát ez a mi kis kutyponk, itt próbálunk most már egy pár éve. Ez a helyi néprajzi múzeumnak szokták hinni, kívülállók, akik az utcán sétálnak. Ebben a kisebb szenvedélyem egyik a régiségek, a másik pedig a növények. Zene mellett ennyi dologra marad időd? Igen. Mivel nem tudom, hogy a közérdemét mennyire érdekli, le vagyok százalékolva, úgyhogy nyugdíjas vagyok ide, mint a tenger. Milyen növényeid vannak? Hú, nagyon vegyes vágott. Hát rengeteg vannak. Van egy törzses pinuszokból van rengeteg, ezek tulajdonképpen oltványok. Fekete fenyőnek egy változata, de van egy tiszafa, ezek loncok, különböző ciprusfélék, hátul, cukorsüveg, fenyő, magyar, lyukkák. Hát ezeket nyírogatom. Jól elszórakozok vele. Itt vannak a téli feleltetőben a cserepes növények. Nem sok fény van, de itt vannak, amik kevésbé bírják a fagyot. Hát itt is mindenféle kaktuszok, agavék, mindenféle pálma. Komoly. És még ott bent is folytatódik, csak ott már nincs fény. Mint egy nemzeti park. Igen, sokszor azt szokták hinni, hogy a szomszédunkban lakik egy dísznövénykertész, és néha hozzám csöngetnek be, mert ugye látják, hogy megvilágítok oda a sarok. Karbantartott formára nyírott növényeim vannak még az utcán is, és akkor azt hiszik, hogy hát, hogy én vagyok a dísznövénykertész, és akkor valami áruda szintjén működök, és néha becsöngetnek, hogy hát akkor ezt meg azt szeretnének venni, hát mondom, az a szomszédból van. Kiárulhatnál néhány növényt, az biztos. Hát vagy mondhatnád, hogy növény nem eladó, de van vinil. Jó, áru kapcsolással. De volt már óvodás csoport is, aki megkérdezte, hogy nem-e hozhatnák el a gyerekeket egy ilyen kis tanösvényszerű bemutatóra. Mégis legyen valami fogalmuk a növények értékéről. A jövő nemzedéknek mondjuk nem árt ez. Ragad rájuk egy kis ökotudatosság. Ökoszeretet. Ez egy füge. Hát most már még itt vannak az utolsó termései, de rengeteget termett az idén. Kétszer is szüreteltem. Csináltam belőle dzsemet. Na. Istenből. Itt van, amikor Csabi ideges, macsétával vágja a kaktuszokat, és így vezeti le a feszültségét a doboláson kívül. Hát ez a teeltetésnek a maradványa. Ugye itt mind agávék, meg mindenféle egzotikus növények vannak tavasszal, ordon, ősszelnek be. Az első része a kertnek, de kimeltünk, akkor most megfogom, hogy marad, marad,
marad. Egyébként nagyon folklór, mert Tura határában vagyunk, és itt a szomszédoktól kezdve minden van. Be kell zárni, mert nem harapnak a kutyák, de félnek tőlük, hogy kiszalad a szomszédok, mert itt ugye itt nem divat a kerítés. Aha. Itt nincs. Senkinek nincs kerítése. Itt készült valahol az első trottel promófotó is, itt, nem? Itt. Csak akkor zöldebb volt valahogy hát a táj. Itt, hát itt van a, ez, a, ez az elszáradt páprány ültetvény. Ez ja tényleg, ennek a tövébe állt. Végig tele van ugye tavasztól őszi páprányjal, csak hát ilyenkor elsak nyúlnak. Van egy bambusz. És Csabi, hogy lettél te újra trottel? Hát véletlen műve, mint általában sok minden. Hát nem volt az véletlen. Hát az volt véletlen, hogy, hogy én már nem gondolkodtam igazából aktív zenélésbe. Én a magam kettelésére vettem egy elektromos dobot. És akkor megjelentek a piacon különböző kis technikai újítások, ilyen kis szemplopad, stb. És összerakosgattam egy kis szettet, amivel valamennyire, idézőjelben kicsit zenélgetni is tudok, tehát amik már loopokat is játszanak. És én ezzel kezdtem, és utána csinálgattam, próbáltam ilyen különböző kis 5-6-10 perces eposzokat összerakni, fölraktam a YouTube-ra. Kíváncsiságban láttam rengeteg ilyen hasonló, főleg dobosoktól, hogy... Úgy nézett ki kb. Mint aki egy őrült ül egy szobába, és csapkod. Kb. Ugye állarcba voltam, mert nem vállalni a fejemet. Fogulsz liba, vagy állarcba? Maszkba, rendes egy ilyen horror maszk. Én meg megláttam, mondom, ez az ember megbolondult. A Facebook, nem a YouTube-on, a Facebookra raktad ki. Igen, de a YouTube-on is volt egy csatornám. És egyik napról a másikra olyan követőim lettek, hogy Peruból, meg Németország, Anglia, szinte minden földrészről. És akkor hát tetszett nekik. Meg ugye Budapestről, Vekerléről az én voltam. Azt te voltál az egyetlen, mert egyébként jó magyar szokáshoz híven Magyarországról senki egy pozitív ízést, egy lájkot nem nyomott rá. Minden esetre Tamás ezt meglátta, és... Elszörnyűködtem. Akkor vettük fel így újra a kapcsolatot, és felvetette a kérdést, hogy nem lenne kedvem újra. De hát ugye én már annyira be voltam itt ágyazódva, ugye leszázalékot, nyugdíjas, mindenféle izén van kórságom, kiszakadtam 18 évig az aktív zenélésből, hát mondom, nem tudom, hogy működik a mai zenei élet. És akkor Tamás elmagyarázta, mert ő képbe volt nyilván, hogy ugye már nem nincsenek ilyen kéthetes folyamatos fárasztó turnék, meg tehát fizikailag nem olyan megterhelő. És akkor először ilyen ötleteket küldözgettünk egymásnak, aztán összeültünk. Ő fölvázolta, hogy milyen lehetőségeink vannak. Aztán... Nem megyünk be, közben meg kurva ideg van. Arról, hogy benn beszélgetünk gyerekek, mert szétfagyok. És itt vagyunk már bent. Csabi stúdiójába. Jó, bemutatom az új trottelemezt. Lehet látni a fénytől. Lehet. Ki is veszem, hogy milyen szép. Wow. Ezért nem, nincs nekem lemezjátszom, mert nem bírok bánni a vinélekkel. Frisbee-nek is jó egyébként. Kék frisbee. Beach frisbee. De csak a saját garnitúrára próbálkozom. Ez az enyém. És akkor itt van Csabinak, most érkezett meg a lemezjátszója, mert idegesítette, hogy a saját lemezét nem tudja lejátszani.
Na és kint ott hagytuk abba, hogy hát hogyan indult végül is ez a Trottel jelenlegi fejezete, hogy hát a Csabi felrakta a YouTube-ot. Csabi, mint egy szürreál ufonauta elkezdett a Facebookra posztolni ebből a szobából ilyen zakkant, zajos videókat. Amire én fölfigyeltem, ja tényleg ebbe a maszkba voltál. Fölfigyeltem rá, és egyből ráírtam, hogy hát mi ez az extrém viselkedés. És nem sokkal később itt találtam magam, és már zajongtunk. Csabi, te hogy emlékszel erre? Hát tulajdonképpen ugyanígy. Az érdekes lenne, ha nem ugyanígy emlékezne. Mivel még nem volt nagyon rég ez. Két éve lesz. Nem. Szeptemberben volt 2 éve. Igen. Akkor volt az első próbán. Két éve tavasszal kezdtünk el koncertezni. Először, mint Talajapa duóként, és akkor a nyáron meg már trióba is Ritával. Ja, egyébként ez a mai volt az első próbánk az idén. Rita nem jött, mert a Covid-ból rekreálódik. Mit lehet még elmondani? Jobbulást Ritának, mielőbb visszatérjen a próbákba. Lesz most koncert? Covid alatt? Hát január 23-án nyomunk egy A38 TV-felvételt. Bepótolandó az őszi koncerteket, amik a Covid második hullám miatt elmaradtak. De egyébként én valójában addig, amíg ez a helyzet van, én nem tervezek semmit. Tehát virtuál koncert lesz január 23-án. Akkor lesz a felvétel? Akkor lesz a felvétel, meg talán még egy szimpla streamet is csinálunk. Megpróbáljátok a legtöbbet kihozni a Covidból is. Na és a lemezfelvétel az, vagy hogy készültek a számok? Az, hogy küldözgettetek egymásnak témákat, de abból hogyan lett dal? Hát úgy, hogy ide jöttem, és megcsináltuk. Mint ahogy minden rendes zenekar. Bár most olvastam, hogy a Metallica az nem találkozott, azok úgy csinálnak most lemezt, hogy nem is találkoznak, és valami külön stáb próbál foglalkozni azzal, hogy a timingot az internet beállítsák. Hát ugye nekünk a külön stábunk, azok mi magunk vagyunk, meg a két kutya, úgyhogy nekünk senki nem állította be, tehát ebből kifolyólag ide kellett jönni, és itt kellett összezajongani az egészet. Először duóba, aztán meg trióba. És akkor elkezdtük fölvenni, ami úgy nézett ki, hogy Csabi rettentő nagy önbizalommal vallotta, hogy ő ezt meg fogja tudni csinálni. Elkezdtük fölvenni, és egy fél év múlva úgy tűnt, hogy rossz úton járunk. És akkor, mikor kiderült valójában, hogy tényleg rossz úton jártunk, akkor beszerveztük Ernőt a Studio 440-ből, akivel már sokszor dolgoztunk együtt, Érdről, aki kölcsön adta nekünk. Mit adott, mi az a izé, amit kölcsön adott? Egy felvevő objektumot. Focusrite digitalizáló rekordert tulajdonképpen. Hát ugye azt tudni kell, hogy sokszor voltunk stúdióban az életünk során, de hát a hangmérnöki munkában nem folytunk bele olyan szinten, hogy most instrukciókat adott az ember, de a megoldásokat mindig a hangmérnök vállalta magára nyilván. Tehát úgy ugrottunk ebbe bele, hogy én azt mondtam, hogy hát megpróbáljuk meg, eszköz nélkül, tudás nélkül, rálátás nélkül, viszont hatalmas ambícióval. Hát ha ezt valakinek elmondom, hogy egy Audacity programmal lett az egész rögzítve és keverve, akik egy picit is jártasak ebben a történetben, azok vagy kinevetnek, vagy a fejüket fogják, vagy azt mondják, hogy hát füllentek. A stúdiósok meg elküldenek az anyánkba minket, hogy ne adjuk ki a műhelytitkokat, senki nem fog stúdióba menni. Hát egy alap Cubase programom nem volt, tehát amivel minimum kellene dolgozni. Vettem egy laptopot,
tulajdonképpen ez a kis Focusrite kütyű volt, amit kaptunk, meg kaptunk egy mikrofont kölcsön, és ezzel oldottuk meg a dolgokat. Lehallgató rendszer, ezt úgy kell elképzelni, hogy egy középkategóriás fejhallgatóból állt, Tamás telefonjából, és két autónak egy általános MP3 lejátszós rádió manuljából. Hallatszik ebből hang, amit a Csabi beszél? Persze. Egyébként olyan halkan beszél. De úgyhogy lényeg a lényeg, hogy ne szaporítsunk minden szót. Mondanám, hogy gyorsan összeraktuk, de ez inkább lassan raktuk össze című történet volt. Volt koncepció? Vagy valami hát szál, ami alapján építettétek? Koncepció nélkül hogyan csinál az ember? És mi volt a koncepció? Hát a koncepció az az, hogy az ember egy viszonylag gondolatilag kerek egészet próbáljon, meg zeneileg is egy kerek egészet próbáljon összerakni abból, amilyen van. Ami esetünkben azért nehéz, vagy azért volt nehéz, mert végül is egy teljesen szokatlan, meg új, nekünk új hangzással kísérletezgettünk. De hát azért csak játszottunk. És akkor mennyit játszottunk? 2 évet? 3 évet? Szóval azért ez egy 2,5 éves, legalább egy 2,5 éves folyamatnak az eredménye volt. És a mai napra már fixálódtak a számok, vagy ugyanúgy abban is benne van ez az organikus változás, fejlődés, mint hát magában Trottelben? Ezek fixálódtak, ezek fixálódtak már akkor? Hát csak például pont az előbb a próbám volt, amikor a Csabi mondta, hogy belerakott valamit, meg nem 4 van, hanem 8. Figyelj, itt születnek ilyen dolgok. Nem lehet tudni, hogy amikor ide kijövünk próbálni, akkor esetleg mindig változik valami apróság. De egyébként a Trottel sose volt egy improvizatív zene, vagy ilyesmi. Hát fésülgetni szoktuk a mai napig is, általam saj, ennek Tamás nem mindig örül, mert ugye azért vannak berögződött hangzásvilágok, amiből már nehéz, hogyha bármi is belekerül, akkor az úgy nem biztos, hogy első hallásra jól szól, de ki szoktunk egyezni mindig egy döntetlenbe. Ha van plusz ötlet, ami még tud hozzárakni, akkor igen, de egyébként nagyon kevés az ilyen. Hát eléggé letisztítottuk, lecsupaszítottuk a... Itt vagyunk Orosz Csabi stúdiójában, ahol készült az új Trottel lemez. Próbálom bemutatni ezt az Alpha Hold bázist. Nem tudom, mennyire sikerül. Ez az őrület, ami itt van, ez hány darab kábel van itt összerakva, tudod? Hát darabszámra nem biztos, hogy meg tudom mondani, de hogy körülbelül olyan 100 méterhez közelít a hossza, ha összeraknám, az közel áll a valósághoz. Mennyi idő ezt lebontani és összerakni egy koncert előtt? Hát összerakni mindig lassabb, az durván 1 óra. Mikor vége van, akkor már egy 40 perc alatt általában meg szoktam oldani. Ennél gyorsabban nem nagyon tudom. Tehát időigényes történet. És miért van 2 duplázód? Tehát nem elég, hogy duplázót használsz lábdobra, de még abból is van 2. 2 is, ráadásul 2 fajta mechanizmusú. Ugye itt a klasszik 2 pedálos verzió, itt viszont amit igazából egy lábra találtak ki, ami majd kiváltaná szerintük a 2 láb dobos pedált. Én viszont ezt szintén ugyanúgy 2 lábbal használom, és akkor így külön szetteket tudok kialakítani, és nem kell össze-vissza forogni meg. Tehát az is ugyanabban a mechanizmusban működik, hogy egy pedál vezére 2 ütőfejet. Tehát ezek egy kicsit praktikum, így van. Tehát egy kicsit leegyszerűsítve 2 dobfelszerelés van összerakva egymás mellé? Igen, mondhatjuk. Komoly. Hogy jött az létre, hogy most az új lemezen te kvázi rappelsz, meg szövegeket mondasz,
hogy a verbalizálás az hogy történt? Hát a trottelnek mindig van egy szürreális oldala, ami most azért domborodott ki még jobban, mert hogyha körülnézel, hogy mi van itt, hogyha az ember ide bekerül, és mondjuk Jézus néz rá le próba közben egyfolytában, akkor itt nagyon furcsa asszociációkra ad ez okot. És akkor gondolom én, hogy ahogy itt töltöttük az időt ebben a hangulatban, meg ebben a meglehetősen nagy zajban, amit elkövettünk, mindenfajta furcsa gondolatok születnek az ember agyába, és azokból lesznek a szövegek. Mint ahogy egyébként mindig. Sziasztok! És akkor a mai turai kirándulásunknak a vége, ez a szép turai kastély, más néven Tiborcz kastély, ami nem volt mindig Tiborcz kastély. Crying.